Dr. Mészáros Kálmán, aki a Sárospataki 5-ös számú felnőtt házi orvosi körzetben rendelt nyugdíjba vonult. Január 1-től 4 órás rendelési időben dr. Velejti Gabriella látja el a körzethez tartozó közel 1300 beteget. Ez a körzet jogszabály szerint 6 hónapig helyettesítve volt. Mivel nem sikerült doktor úrnak értékesíteni a praxist, ezért a képviselőtestület döntött, hiszen volt beadva egy érvényes pályázat. Ennek alapján dr. Velejti Gabriella házi orvos lett az 5-ös számú körzet házi orvosa. Ő látja januártól főállásban, napi 4 órás rendelési időben az alapellátási feladatokat. Ebben a körzetben főképp idősebb korosztály teszi ki a páciensek többségét. Én több mint 20 éve dolgozom házi orvosként, az utóbbi 10 évet Erdőhorváth Komloska, három huta községben töltöttem. Én szeretem, én nem is akartam soha más szakmát csinálni. A Sárospatakra tavaly év június 1-től kerültem, helyettes orvosként kértek meg, hogy ezt a körzetet lássam el, és menet közben úgy a betegekkel is jó lett a kapcsolat, és felmerült a lehetőség, hogy esetleg váltsak és maradjak itt. Ezt a testület támogatta, és így január 1-től teljes állásban a Sárospataki 5-ös körzetet viszem, Erdőhorvátit pedig helyettesítő orvosként. A Sárospataki rendelőintézetben már több körzetben is történt változás. Mindezek mellett több szakrendeléssel is bővült az ellátások sora. Itt azonban nem fejeződött be mindez, hiszen a rendelőintézet további ellátások bevezetését tervezi, főként az egynapos sebészet kapcsán. Most már nem csak Sárospatak lakossága, hanem a vonzás körzetén kívüli települések is igénybe veszik az egészségügyi ellátásainkat. Valamennyi szakrendelésünk folyamatosan is, azt mondom, hogy maximális is betegforgalommal működik, meg is van rá mind a lakosság igény, illetve folyamatosan próbáljuk ezt most fejleszteni, úgyhogy fejlesztünk már meglévő szakrendeléseinket. Ilyen volt például, hogy beindítottuk a belgyógyászat keretében a belgyógyászati kardiológiát, ehhez kapcsolódóan a kardiológiai ultrahangunkat, de ilyen volt, hogy elindult egy angiológiai szakrendelés is nálunk. Ebben az évben is vannak fejlesztési célkitűzéseink, ami elsősorban majd most az egynapos sebészeti ellátásokat fogja majd érinteni. Szeretnék ebben is lépéseket tenni, hogy bővítsük a jelenleg szemészetben működő egynapos sebészeti ellátásainkat.